És akkor én most átadom a szót Kornélnak, hogy kicsit meséljen nekünk arról, mi minden történt az elmúlt fél évben a NEK házatáján. Mi mindent csináltunk. Köszönöm szépen, egy nagyon sűrű fél év van mögöttünk, hiszen Pünkösd óta nagyjából fél év telt el. Hát mi is történt? Ugye az ötletfüzettel mindenki találkozott, mely 175 ötletet tartalmazott az első lelkipásztori évre, amelynek ugye a mottoja volt, hogy az eukarisztia kereszténységünk forrása, azaz az első év, a megtérés éve. Aztán megújult a honlapunk, egy nagyon szép honlap lett rajta, és ezen belül rengeteg olyan pont található, ami a bekapcsolódást segíti mindazok számára, akik szeretnének lelkileg készülni. Fel lehetett iratkozni a hírlevélre, eseménynaptárunk van, és van benne egy ötletláda is, ahova szépen gyűlnek az ötletek, már akár a következő lelkipásztori évnek az anyagát tartalmazva. Aztán az úrnapja óta gondolom mindenki találkozott már ez az imádsággal, minden vasárnapi mise után elimádkozzuk, meg a hittanosok is, és a nagy igényre való tekintettel 16 nyelvre lefordítottuk, és már Afrikában és Amerikában is imádkozzák ezt az imát. Ezt ki is nyomtattuk, illetve a honlapunkon mindez ezeken a nyelveken letölthető, a környező országok nyelvei és nagy világnyelveken. Aztán elfoglaltuk végre a NEK titkárságnak a székhelyét, Erdő Péter bíboros úr megáldotta, ez a Vörösmarty utca 40-ben található, azóta ott dolgozunk, ez júliusban tudtunk költözni, most szeptemberben volt ennek a megáldása. Elkezdődött a Szentségimádás iskolája a Városmajorban, hétfőről hétfőre 600-an jelentkeztek, és az egésznek nem titkoltan egy inkubátor jelleget szeretnénk adni, azaz ez a Szentségimádás iskolája, ami 12 aspektusát mutatja meg a Szentségimádásnak, bárhol igazából megtartható, és ehhez segítségül adjuk az előadásunknak a videóanyagát, illetve ezen kívül van egy füzet, amit a résztvevőknek adunk, és az előadások anyagát tartalmazó kis könyvet is kiadtuk, ezek a NEK titkárságon mind beszerezhetők, és ha már van hova feltölteni ezeket az előadásokat, ez azt jelenti, hogy a kongresszusnak van már hivatalos YouTube csatornája, 50 Second International Eucharist Congress, mert már arra készülünk, hogy nemzetközi érdeklődés is lesz erre a csatornára. Ott sok minden más videót megláthatunk. Az a kérésünk, hogyha bárhol indul Szentségimádás iskolája, azt jelezzétek számunkra a képzéskukac.iec2020.hu címen, hogy tudjuk mondani, hogy ha valaki az ország azon részén indít és keres Szentségimádás iskoláját, tudjuk mondani, hogy ekkor is ekkor itt fog indulni egy ilyen. Aztán volt egy eukarisztikus papi rekollekción 270 résztvevővel Esztergomban, a Szent Adalbert központban. Nagyon klassz előadóink voltak, és tényleg nagyon szép két és fél napot töltöttünk együtt. És hát majdnem a legutolsó esemény volt, amikor a Vatikánban a Szent Atya megáldotta a missziós keresztet, és remélem, hogy a technika ördöge nem fog közbeszólni, és most egy premiéren veszünk részt. Most látja a világon először a jelenlévő tisztelt társaság a videót arról, hogy hogyan is áldotta meg a Szent Atya a missziós keresztet. Favorisca benedire la croce. Grazie. I santi ungheresi si vedono sopra, cominciando da Santo Stefano, lui dato che era un giovane sacerdote, questo è il più bel ministro, mentre si parla di íme a megáldás, és ez most már felkerülhet a Vatikáni TV engedélyével a YouTube csatornánkra is. Most már a világ számára is publikáljuk. Aztán Bíboros úr említette ezt a Krisztus királykor megszervezett szentségimádást. Valóban
Nem sok időnk volt rá, de nagyon nagy lelkesedéssel találkoztunk. 30 ezren voltak a regisztrált részvevők, tudjuk, hogy ennél többen is voltak, hiszen legalább 150 olyan plébánia van, ahol egy ember van regisztrálva, és tudjuk, hogy sokkal többen voltak. Ezen kívül 840 helyszínen imádkoztak együtt, és nem csak Magyarországon látjuk, Erdélyben is, és Európa szerte több helyen. Túlnőtte az esemény azt, amit mi gondoltunk, mert magyaroknak Kárpát-medencére gondoltunk. Hát ehhez képest 18 ország csatlakozott, annak ellenére, hogy magyar volt a regisztrációs honlap, Vancouvertől, Texason át, Finnországon át, egészen Tokióig csatlakoztak. Úgyhogy ez nagy bátorítás a számunkra, és köszönjük mindazonnak, akik szervezték és regisztráltak. És egy pár szót szeretnék ezzel kapcsolatban, néhány tanúságtételt, amit mi is kaptunk, mert kértük, hogy akik ott vannak, számoljanak be röviden, hogy mit is tapasztaltak, hogy érezték magukat, és egy pici fényt szeretnék kérni, hogy el tudjam olvasni számotokra. Köszönöm szépen. Néhányat szemezgetünk, nagyon sokat kaptunk, képeket és egyebeket. A szentségimádás során felismertem, hogy milyen ritkán beszélek Jézussal úgy, mint a legjobb barátommal, és hogy kevéssé vonom be őt a hétköznapi dolgaimba. Úgy szeretném, hogy az elkülönített időkön és a szokásos témáinkon túl gyakrabban beszélgessek vele, úgy, mint azzal a szent személlyel, aki legközelebb áll hozzám, minden szempontból, és ehhez mérten, aki leginkább kíváncsi és érdemes arra, hogy megosszam vele életem örömét, gondját, baját. Aztán egy másik tanúságtevő. Szeretem a szentségimádási alkalmakat. Bár nagyon igyekszem napközben folyamatosan az ő jelenlétében lenni, szólni hozzá. Ilyenkor sikerül csak vele beszélgetni. A mai alkalom különlegességét ezentúl az adta, hogy az ország és a világ különböző pontjain, abban az egy órában nem csak én kerestem a társaságát. Egy következő. Ez az egy óra rádöbbentett arra, hogy mennyire felületesen gondoltam eddig Istennel való kapcsolatomat. Sokkal többször kellene ilyen elmélyülő, belső beszélgetésben kapcsolatot keresni vele, odaszánni az időt és valóban őszintén beszélgetni. Ne csak néhány lopott pillanatban szólni hozzá. Szégyen vagy nem, de még nem voltam soha szentségimádáson. Ez volt az első alkalom, és kellemes élmény volt. Nem erre számítottam, de többet kaptam, mint amit gondoltam. Jó, hogy elmentem. Aztán ennyire közel, mint akkor, még nem éreztem magamhoz Jézust. Szinte a fülemben csengtek szavai, ahogyan bíztat és segít a hétköznapok nehézségein túllépnem. Behunytam a szemem közben, és úgy éreztem, ott van mellettem, fogja a kezem. Csodálatos élmény volt. Szeretetet és teljes megkönnyebbülést éreztem, hogy nem vagyok egyedül a problémáimmal. Mindent köszönök. De már csak három. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy jelenléteddel az oltári szentségben így csodásan megérintetted a szívünket. Kérünk, hogy ez ne csak élmény legyen számunkra, hanem egy igazi baráti találkozónak veled, annak a kezdete. Áldásoddal kísért szándékunkat, hogy legyen folytatása, és a mindennapokban gyümölcsöző legyen mindnyájunknak. Hála és köszönet királyunk, Jézus Krisztus. Nehogy önzők legyünk, ezért külön kérjük áldásodat mindazokra is, akikkel ma egy időben együtt imádhattunk téged a legméltóságosabb oltári szentségben, és az eukarisztikus kongresszus szervezőire is, akiknek megadtad, hogy a mai este több mint 20 000 királyunként imádhattunk. Nélkülük ez a mai este is úgy múlt volna el, mint a megszokott többi. Ezután is köszönjük az imákat. És még két rövid tanúságtétel, mint a mennyország. És az utolsó. Nagyon örülök, hogy elmentem a Magyar Szentek templomába erre az egy órácskára, mert az ima új minőségét fedeztem fel. Én azt gondolom, hogy ezrével lehetne még olvasni a tanúságtételeket, hogy remélem is, hogy sok-sok gyümölcsöt fog még hozni, és nem csak ez az egy alkalom lesz, hanem talán többször is. Megyünk is tovább. Írtunk ki zenei pályázatot, mégpedig a himnuszra, és meghosszabbítottuk a zenei a határidőt, hiszen még messze a kongresszus, és bízunk benne, hogy a Szentlélek sugallatára születi meg az új himnusz. Ugye milyen kategóriákban hirdettük a zenei pályázatot? A himnuszon kívül szentségimádási énekekre, a szentmise propriumaira, valamint mise ordináriumra, és mindezt az ihec2020.hu/pályázatok oldalon lehet részletesebben megismerni, tehát
várjuk január 20-áig a pályaműveket, hogy aztán egy szakavatott zsűri tudja elbírálni ezeket, és ez is adjon egy újfajta megújulást a liturgiában is, új énekekkel, ahogy a Zsoltáros mondja. Na de ez volt a múlt. Pál apostol mondja, hogy neki feszülök annak, ami előttem van. Most nyilván nem fogom felsorolni mindazt, ami mostantól pünkösdig vagy azután tart, de fontosabb, nagyobb eseményeket szeretnénk már most megosztani, amikre mindenkit várunk szeretettel. Az egyik ilyen lesz. Bocsánat. A május 5-én az országos mindenti zarándoklat Esztergomba, aminek lesz egy pici kis eukarisztikus része is nyilván a Szentmisén túl. Azután május 21-én pünköst hétfő a karizmák ünnepe, ugye ekkor kezdődik a második lelkipásztori előkészítő év. Aztán június 2-án az úrnapja vigiliájára is felbátorodtunk és szervezünk egy szentségimádást, de mivel látjuk, hogy a világban is van érdeklődés, most az a célunk, hogy 2020 helyszínen legyen egyszerre szentségimádás, Vancouvertől Tokióig. Imáron külföldiül is feltesszük a honlapra a jelentkezési lehetőséget. Aztán szeptember 15-én a fiataloknak szeretnénk egy ifjúsági eukarisztikus napot tartani Budapesten. A helyszín lefoglalása már zajlik. Én nagyon bízom benne, hogy ez is ad egy lendületet a fiataljainknak. Tehát az a kérésem, hogy ezt a szeptember 15-öt, főleg annak a délutáni és esti óráit hagyják szabadon a fiatalok, szigorúan 15 és 35 év közöttieknek. November 6-tól 8-ig lesz a Nemzetközi Eukarisztikus Szimpózium. Ugye minden évben tartunk egy ilyen tudományos eukarisztikus konferenciát. Az előzőről szóltunk, ez lesz a következő, majd 19 novemberében lesz a harmadik, ami megelőzi majd a kongresszust. És egy jó hír, hogy 2018. január 1-től állandó 0-24 órás szentségimádás lesz a belvárosi templomban. Ennek itt van a honlapja, de erről majd a második részben fogunk részletesebben szólni, hogy hogyan lehet ebbe bekapcsolódni, és milyen gyümölcseit várjuk ennek a kezdeményezésnek.